felújított útszakasz Kisvárdán. A város a belvízzel közepesen veszélyeztetett területek közé tartozik. Az önkormányzat ezért kiemelten kezeli a csapadékvíz elvezetés megoldását. Ráadásul az elmúlt egy hónapban az időjárás is próbára tette az elvezető hálózatot. Több belvárosi útszakaszt már felújítottak. Erre 680 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott Kisvárda. Kisvárda egy alacsonyan fekvő település, tehát ez régen egy mocsárvidék volt, tehát Kisvárda mindig nagy gondot jelentett a csapadékvíz elvezetése. Most, ahogy már említettem, a klímaváltozás miatt óriási mennyiségű esők zudulnak nem csak Magyarországon, más országokban is, és nekem a jövőben ezt meg kell oldani. El kell vezetnem, legyenek befogadó rendszerek, tehát ne álljon az esővíz, ami ott marad, mit tudom, akár egy napig vagy két napig. Több útszakasz felújítása kezdődik a közeljövőben. Itt a Tátra utcában például több mint fél kilométeres szakasz kap új burkolatot. A korszerűsítést szintén a területfejlesztési operatív programból finanszírozza a városvezetés. Célunk tovább lépne, ezt követően is utak felújítása van folyamatban, amit már ebben az évben közbeszereztettünk, és bizony benne, hogy márciusra, tavasz végére az utak megújulnak, új aszfaltot kapnak. Ilyen lesz a Háromszéki utca, a Tátra utca, Vasút utca, és amit a belváros környékén, a Flórián tér, mindig problémás Kánkástó, illetve a Farkashegy utat szeretnénk felújítani. Pontosabban erre már megnyertük a támogatást, teljes 100%-os támogatással. A burkolat felújítása mellett kicserélik a hibás aknafedőket és az útpatka rendezését is elvégzik. Nem csak korszerűsítés, útépítés is kezdődik, a Farkashegyi út 4 méter széles aszfaltburkolatot kap majd.